Segítség a testülettől. Anyagilag is támogatja a megyei közgyűlés a jégverés sújtotta Rozsájt és környékét. Hamarosan indul a dinnye szezon. Napokon belül hazai dinnyével bővülhet az útszéli árusok és a zöldségesek kínálata. Egyelőre még csak olasz és görög import dinnyét árulnak. Egyre több az iskola kerülő, csak nem 6000 diáktól vonták meg a családi pótlékot a 2014-15-ös tanévben országosan, miután több mint 50 órát hiányoztak igazolatlanul az iskolából. Anyagilag is támogatja a megyei közgyűlés a jégverés sújtotta Rozsájt és környékét. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A testület 200 ezer forintot, a képviselők pedig fejenként 10 ezer forintot ajánlottak fel a károsult önkormányzatoknak. A közgyűlés emellett a belügyminisztériumhoz fordult segítségért. Múlt kedden a Szatmári térségben 1000 ház rongálódott meg, a kár az első felmérések alapján 400 millió forint. Szétverte a jég múlt kedden Rozsáj összes házát, nem volt épp tető. A megyei közgyűlésben is téma volt a jégverés. A Fidesz frakcióvezetője sürgősségi indítványában azt javasolta, hogy a kormányzathoz forduljanak segítségért. Ebben hívtuk fel a kormányzat segítségét, és kértük a támogatását, hogy azokban a nehéz időkben bajba esett emberekről, akiknek egy életmunkáját áldozták arra, hogy az ingatlanokat rendbe tették, és ebben kár keletkezett, nincs arra módjuk, lehetőségük, anyagi forrásuk, hogy ezt megoldják, ebben valami kárenyhítésben, segítségben kérjük a kormányzat segítségét. Helmeci László képviselő azt javasolta, hogy a közgyűlési tagok fejenként 10 ezer forintot ajánljanak fel a károkra. Ezt mindenki támogatta. Az ülésen elhangzott, hogy a szocialisták támogatták a bajba jutott Uszka települést. MSZP-sként hadd mondjam el, hogy én büszke vagyok arra, hogy a múlt heti kongresszusunkon 800 ezer forintot gyűjtöttünk Uszka község megsegítésére, és a jövőben is minden lehetséges módon segíteni fogjuk. A Jobbikos frakcióvezető Adorján Béla azt javasolta, hogy jöjjön létre katasztrófa sújtotta terület, ami jogosult lenne kormányzati támogatásra. Ha bevezetnék azt az ingatlan védelmi rendszert, ami vagy akármilyen mezőgazdasági vagy ipari tevékenységet védő rendszert, ami katasztrófa sújtotta övezet kinyilvánítása után egy központi költségvetésből történő helyreállítás szorgalmaz, akkor nagyon-nagyon sokat lépnénk előre. A testület végül úgy döntött, hogy testületileg és egyénileg is segít a bajba jutott településeken. Egyrészt a közgyűlés a saját költségvetéséből egy összeget felajánl, ami 200 ezer forint, az lényegében jelképes, de azt hiszem, hogy ez a gyors segítség mindenképpen nagyon sokat jelent majd a településeknek, illetve a közgyűlési képviselők is egyöntetően egyhangú szavazással támogatták azt, hogy a közgyűlési képviselők a saját tiszteletdíjukból 10 ezer forintot felajánlottak. A Szatmári térségben összesen 13 településen 1000 ingatlant rongált meg a jég. Emellett károsultak önkormányzati és mezőgazdasági épületek is. A kár mértéke eléri a 400 millió forintot. Kitünteti a megyei közgyűlés Dzsudzsák Balást, a magyar futballválogatott csapatkapitányát. A testület a Nyírlugoson született sportolónak a legmagasabb rangú elismerést, a Pro Comitatu díjat adományozza. Erről is döntött mai ülésén a megyei közgyűlés. Szeszták Oszkár elnök azt mondta, így szeretnék kifejezni köszönetüket a magyar válogatottnak a francia Európa-bajnokságon elért eredményéért. Legnagyobb büszkeségünkre megyénk szülötte Dzsudzsák Balázs a csapatkapitány, és hát ő különösképpen és rajta keresztül az egész csapatnak szeretnénk a munkáját meghálálni, ami tőlünk telik a legmagasabb megyei kitüntetéssel, ez pedig a Pro Comitatu díj, amelynek egy nagyon szigorú átadási rendje, előkészítő bizottsága van, a megyenapkor kerül átadásra ez a kitüntetés. Most ettől kivételt teszünk, módosítottuk az önkormányzati rendeletet, és hát ennek a teljesítménynek adózva megszavazta a közgyűlés egyhangulag mindenki támogatásával, hogy Dzsudzsák Balázs Pro Comitatu a megyéért végzett munkája elismeréséképpen ezt a legmagasabb megyei kitüntetést kapja, és hát nem csak a megyéért, hanem az országért, sőt az egész magyar nemzetért hozták ezt a összefogást, ami a csapatban nyilvánvaló volt, és az egész országra ráragadt ez a jó példa. Mindenféle különbséget, vagyoni, műveltségi különbséget áthidalt ez a érzület. Aki részese volt ennek, az tudja, hogy miről beszélünk. Aki nem, esetleg nem tudja, hogy miből maradt ki, az pedig remélem a következőkben részese lesz ennek az érzületnek.
Napokon belül hazai dinnyével bővülhet az útszéli árusok és a zöldségesek kínálata. Egyelőre még csak olasz és görög import dinnyét árulnak, de mai napon már a Békés megyei termelők is megkezdték a szüretet. Az országban a szabolcsi gazdák dinnyéi érnek a legkésőbb, így ők kapcsolódnak be utoljára az értékesítésbe. Napszámosok gazolják a dinnyeföldet Perket puszta határában. A töveken a dinnyék még meglehetősen kicsik, ám egy-két nagyobb termés jelzi, hogy hamarosan itt is beindul a szezon. A termelők jó évre számítanak, azt mondják, megfelelő volt az időjárás, és a napos idő kedvez a gyümölcs érésének. Jó minőségi dinnyét fogunk szedni, ez millió százalék, nagyon jó a időjárásunk, ez a kis kevés eső, ami volt, valahol sok eső, viszont meleg időnk volt eddig, úgyhogy szépen fejlődik a dinnye, biztos vagyok benne, hogy jó árban is tudjuk eladni, mert a elmúlt év promóciói miatt a belföldi fogyasztás is megélénkült. A hazai dinnyék főleg frissességükben jobbak az Európa déli részeiről ide szállított dinnyéknél. A kereskedők szerint a vásárlók nagy része kivár addig, amíg megjelenik a hazai görög dinnye a piacon. Egyelőre még olasz dinnyét árulunk, hétvége felé már megjelennek a piacokon és persze itt a boltokban a magyar dinnyék. Árba szerintem ilyen 100 forint magasságába fog indulni az első magyar dinnye árak. Hazánkban jelenleg egy ember évente átlagosan 15 kg dinnyét fogyaszt. Bár a görög dinnye 90% a víz, a szakértők szerint így is kiváló vitamin és ásványi anyag forrás a nyári hónapokban. Csak nem 6000 diáktól vonták meg a családi pótlékot a 2014-15-ös tanévben országosan, miután több mint 50 órát hiányoztak igazolatlanul az iskolából. A családi pótlék folyósítását még 2010. szeptemberében kötötték iskola látogatáshoz. Abban a tanévben 57%-kal csökkent az igazolatlanul hiányzó diákok száma, derül ki az Emberi Erőforrások Minisztériumának adataiból. A korai iskola elhagyás miatt ma Magyarországon 11,4% az aluliskolázottak száma. A nyári szünet beköszöntével üresek az iskolapadok, vannak azonban, akik nem csak ilyenkor kerülik az iskolát. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának adataiból kiderül, évről évre nő azoknak a diákoknak a száma, akiktől a több mint 50 óra igazolatlan hiányzás miatt megvonják a családi pótlékot. Ennek folyósítását még 2010. szeptemberében kötötték iskola látogatáshoz. Akkor még sikeresnek tűnt a bevezetés, a következő évben 57%-kal csökkent az igazolatlanul hiányzó diákok száma. Ez az arány negatívan változott. A 2012-2013-as tanévben összesen 5165 diákot érintett a családi pótlék megvonása, egy évvel később már 5659-re emelkedett a számuk. Tehát két év alatt összesen 20%-kal nőtt. A legújabb 2014-2015-ös adatok is emelkedést mutatnak, csak nem 6000 diáktól vonták meg országszerte a havi juttatást. Ők hiába járnak majd újra rendszeresen iskolába, visszatérítés ilyen helyzetben nincs. Az is kiderül, a legtöbb iskola kerülő diák, főleg a felső tagozatos, 6.-7. osztályosok. Többek között a korai iskola elhagyás is az oka, hogy az aluliskolázottság aránya jelenleg 11,4%-os Magyarországon. A kormány ennek javítására indítja el idén az úgynevezett HEAT programot. Szeretnénk csökkenteni az iskolai lemorzsolódást, a korai iskola elhagyást, és ezt lehetővé teszi egy szakképzési HEAT program, amely szeptemberben indul el, ez 2 éves képzés lesz, és azok kerülhetnek be, akik 15 éves korukra nem végzik el az általános iskolát, 6 osztályt végeznek el az általános iskolából, ők 2 éves képzésben általános iskolai végzettséget szerezhetnek, és emellett részszakképesítést is, hogy a munkaerőpiacon, ha ez segít, el tudjanak helyezni. Ennek a bevezetésével a kormány célja, hogy az uniós irányelvek szerint 10% alá csökkentse az aluliskolázottság arányát Magyarországon. Zárva lesznek a hivatalok, a kormányablakok és az okmányirodák július 1-én, ez ugyanis a közszolgálati tisztviselők napja. Telefonon sem lesz elérhető a NAV, valamint zárva tart az ügyfélszolgálatok is. Július 1-e munkaszüneti nap a magyar egészségügyben is. 198 éve ezen a napon született az anyák megmentője, Semmelweis Ignác. Ilyenkor a magyar egészségügyben dolgozó kitartását, munkabírását és elhivatottságát méltatják 1992 óta. Így pénteken zárva lesznek a gyógyszertárak, a védőnői tanácsadók, a házi orvosi fogorvosi rendelőkben pedig csak ügyeletet tartanak.
Baleset történt tegnap délután Nagykálló és Nyíregyháza között. Egy kanyarodó személyautó nem adott elsőbséget egy egyenesen haladó kis teherautónak, így ütköztek össze. Az autó sofőrjét kórházba szállították, az anyagi kár jelentős. Hogyan lehet eljutni a magyar néptánc autentikus világából a kortárs néptáncig? Ezt mutatja be és tanítja hamarosan a For For Dance Norvégiában. A témáról hamarosan, előtte nézzük, mi lesz még a mai híradóban. Nem lesz ott az amszterdami Európa-bajnokságon Bakosi Péter. A nyíregyházi magasugró ugyan az elmúlt szombaton idei legjobbjával 222 cm-rel győzött egy szombathelyi versenyen, elmaradta az EB kiküldetést jelentő szinttől. Szombaton kezdődik Nyíregyházán a 35. nyírségi torna nemzetközi nyílt sakkverseny. A szervezők az előzetes nevezések alapján négy kategóriában közel 200 indulót várnak a versenynek otthont adó Széchenyi szakközépiskolába. Hogyan lehet eljutni a magyar néptánc autentikus világából a kortárs néptáncig? Ezt mutatja be és tanítja hamarosan a For For Dance Norvégiában. A nyíregyházi táncos fiúk és többek között népzenészekből álló szakmai csapatuk a Norvég Alap támogatásával valósítják meg Táncskluzív című projektjüket. Hagyományokhoz híven nem hagyományosan táncol a For For Dance, a nyíregyházi fiúkból álló csapat 5 kontinens több mint 40 országában szerepelt már, többek között Norvégiában is táncoltak. Most pedig a Norvég Alap támogatásával valósítják meg projektjüket az északi országban, valamint Nyíregyházán. Fontosnak tartjuk azt, hogy a magyar autentikus néptánc kultúra mi alapján jut el ehhez a modern stílushoz, amit a For For Dance képvisel, és ezt fogjuk ott kint mi napon, 5 napon keresztül 5 órás képzésekbe megtanítani, és ezek a képzések, ezek lesz gyakorlati, elméleti, illetve a végén egy, amit mi betanítottunk a norvég partner művészeinek, a legvégén egy záró produkcióba, ez egy koprodukció, ahol igazából közösen lépünk fel, és kicsit betanítva egymásnak a dolgokat, így egy közös előadás lesz. A For For Dance és többek között népzenészekből álló szakmai csapata ősszel indul majd Norvégiába, ezután szervezik majd a projekt nyíregyházi állomását. Annak központja vélhetően a Megyeszékhely színházában lesz. A tervek szerint a norvég, valamint a For For Dance-es előadások a nagy közönség előtt is nyitottak lesznek, hangzott el a projekt tájékoztatóján. Beszélgettünk már a jövőben megnyíló pályázati lehetőségekről is, ami már most látszik a kiírások tervezetéből. Nem szeretnénk mindenféle pályázaton csak azért indulni, hogy valamilyen támogatásban részesüljön a csapat. Próbáljuk olyan stratégia mentén végig gondolni, ami a mindenkori működést támogatja egy ilyen adminisztrációs oldalról is, meg valahol a szakmai tevékenységét is. A tájékoztatón kiemelték, olyan programokat igyekeznek megvalósítani a későbbiekben is, amely a magyar néptánc kultúrát, mint értéket mutatja majd be. Nem lesz ott az amszterdami Európa-bajnokságon Bakosi Péter. A nyíregyházi magasugró ugyan az elmúlt szombaton idei legjobbjával 222 cm-rel győzött egy szombathelyi versenyen, elmaradt az EB kiküldetést jelentő szinttől. Bakosinak még 2 lehetősége van arra, hogy teljesítse a 229 cm-es olimpiai kvalifikációs szintet. A Magyar Atlétikai Szövetség szerdán hirdette ki a jövő héten kezdődő amszterdami Európa-bajnokságra utazó versenyzők névsorát. Egyetlen nyíregyháziként a diszkoszvető Szikszai Róbert utazik Hollandiába. Hellebrandt Máté azért hiányzik, mert az olimpiai évében a kontinens viadalon nem rendeznek gyaloglószámokat, Bakosi Péter pedig nem ugrotta meg a csapatba kerüléshez szükséges magasságot. A korábban Achillesin sérüléssel bajlódó fiatalember az elmúlt hétvégén egy németországi és egy szombathelyi versenyen is elindult. Előbbin 218 cm-ig jutott, utóbbin pedig 222 cm-rel idei legjobbját érte el, de ez is kevés volt a hollandiai utazáshoz. Az első versenyem az Bülben volt Németországban, az egy nagyon jó verseny volt, jó pálya volt, az idő is jó volt. Sajnos én nem szerepeltem jól, elrontottam azt a versenyt, pedig sokkal több volt benne.
Utána másnap Szombathelyen versenyeztem, kora reggel 6 órakor indult a gépem, és épp, hogy odaértem a versenyre. Itt már jóval fáradtabb voltam, de viszont fejben sok összeszedettebb voltam. 22 sima volt, 25 csak egy nagyon pici kellett hozzá, igazából utána esett a léc. Bár az Európa-bajnokság elúszott, az olimpiára még kijuthat a 23 éves atléta. Igaz, ehhez 229 cm-t kellene ugrania. Többen is mondták, hogy most képes vagyok rá. A szakágvezetőnk is mondta, magasugró szakágvezetőnk is, hogy meg tudom csinálni. Úgyhogy én is ebben reménykedek, és próbálom oda tenni magamat. Bakosi a hétvégén egy miskolci versenyen áll rajthoz, majd egy héttel később Debrecenben lesz lehetősége az olimpiai szint teljesítésére. Szombaton kezdődik Nyíregyházán a 35. nyírségi torna nemzetközi nyílt sakkverseny. A szervezők az előzetes nevezések alapján 4 kategóriában közel 200 indulót várnak a versenynek otthont adó Széchenyi szakközépiskolába. A torna összdíjazása 558 000 forint. A már 3,5 évtizedes múltra visszatekintő nyírségi torna az egyik legnagyobb sakkverseny a keleti régióban. Az elmúlt években számos neves sakkozó ült asztalhoz a viadalon, amely továbbra is népszerű a versenyzők körében. Ezúttal is érkeznek határon túli sakkozók, és a hazai élmezőnyt is jó néhányan képviselik a népesnek ígérkező mezőnyben. A szervezők az előzetes nevezések alapján közel 200 indulóra számítanak. Az A csoportban, az a nevezzük mesteri csoportnak, ahol a nemzetközi mesterek, fidemesterek és egyéb sakkozók indulnak, meg van határozva, hogy milyen értékszám felett már nem jogosultak a lentebbi csoportokban versenyezni, igen, mutatós pénzdíjakat szerezhetnek meg a mesterek, nemzetközi mesterek. A B csoportban 2000-es nemzetközi értékszám alatt lehet játszani, a C csoport úgy szintén nemzetközi értékszám változtató, 1700 értékszám alatti sakkozók játszhatnak, és a D csoport az a legkisebbeknek való, a 14 éven aluliaknak, ez szabadidős jellegű, ehhez nemzetközi értékszám és nyilvántartási szám nem szükséges, ezen a D csoport versenyén mindenki sakkozhat. A verseny megnyitója szombat délután 1 órakor lesz, majd aznap 4-3-as kezdéssel megrendezik az első fordulót. Ezek után minden nap 8:30-kor ketyegnek a sakkórák a Városmajor utcán a Széchenyi István közgazdasági és informatikai szakközépiskola épületében. Vasárnap és keddi napon délutáni forduló is van, délután 3-kor kezdődik az aznapi második forduló. Jövő hét pénteken, azaz július 8-án történik az eredményhirdetés. Az A csoport győztese 80 000 forinttal gazdagodik, ebben a kategóriában összesen 336 000 forintot osztanak szét a szervezők. A B csoport legjobbja 40 000 forintot kap majd, a kategóriában 200 000 forint a díjalap, míg a C csoportban összesen 22 000 forintot vihet haza az első 3 helyen végző sakkozó. Híradónk végén nézzük a legfontosabbakat még egyszer néhány mondatban. Anyagilag is támogatja a megyei közgyűlés a jégverés sújtotta Rozsályt és környékét. A testület 200 000 forintot, a képviselők pedig fejenként 10 000 forintot ajánlottak fel a károsult önkormányzatoknak. A közgyűlés emellett a belügyminisztériumhoz fordult segítségért. Múlt kedden a Szatmári térségben 1000 ház rongálódott meg, a kár az első felmérések alapján 400 millió forint. Napokon belül hazai dinnyével bővülhet az útszéli árusok és a zöldségesek kínálata. Egyelőre még csak olasz és görög import dinnyét árulnak, de a mai napon már a Békés megyei termelők is megkezdték a szüretet. Az országban a szabolcsi gazdák dinnyéi érnek a legkésőbb, így ők kapcsolódnak be utoljára az értékesítésbe. Csak nem 6000 diáktól vonták meg a családi pótlékot a 2014-15-ös tanévben, miután több mint 50 órát hiányoztak igazolatlanul az iskolából. A családi pótlék folyósítását még 2010. szeptemberében kötötték iskolalátogatáshoz. Abban a tanévben 57%-kal csökkent az igazolatlanul hiányzó diákok száma, derül ki az Emberi Erőforrások Minisztériumának adataiból. A Kölcsei Televízió íradóját látták június 30-án csütörtökön. Friss hírekkel természetesen péntek este is várjuk majd Önöket. További hírekért és videókért addig is böngészszék honlapunkat. Köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra!
Holnap változóan felhős időre számíthatunk, záporokkal. Térségünkben folytatódik a többnyire napos, meleg idő, ugyanakkor az északnyugat felől érkező frontrendszer inkább csak a nyugati és az északi tájak időjárására lesz hatással. Éjjel gomoly felhős idő várható, majd estétől megnövekszik a fátyol felhőzet. Csapadék nem valószínű. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 12-16 fok között alakul. Reggelre általában 15 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben erőteljes nappali gomoly felhőképződés várható, zápor előfordulhat, helyenként zivatar is kialakulhat. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, de zivatarok környezetében átmenetileg erős, viharos széllökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 32 fok körül alakul. Melegfronti hatás van térségünkben. Szombaton még túlnyomóan napos, igen meleg időnk lesz, legfeljebb északon mérséklik majd záporok, zivatarok a hőséget. A vasárnap hevesebb záporok, zivatarok kíséretében érkező hidegfront véget vet a kánikulának, a Dunántúlon már jelentősen visszaesik a csúcshőmérséklet. A jövő héten a front mögött száraz, eleinte hűvös levegő érkezik fölénk, emiatt túlnyomóan napos, hétfőn még kánikulától mentes napunk lesz. A folytatásban viszont ismét egyre melegebb, strandidő várható.